Sziasztok, sziasztok! Rem Gábor Lász itt a budapesti... Budapest környékén vagyok, méghozzá eljöttem vízisíjelni, majd kicsi már fáj a kezem, úgyhogy ideje kicsit lazítani, este 7-kor kicsomagolni nektek egy új JBL hangszorot, méghozzá már sokan váltáltuk, a JBL Extreme 2 megjött nekem, már kivettem a fóliából, már kisvettem a dobozból, már kicsit itt zenéltem igazából itt a partnál, de most még egyszer megmutatom nektek, mi van a csomagban, mit kell róla tudni, hogy néz ki közelről, és aztán persze meghallgatom még egy-kettő dalt, és meg is mutatom nektek, hogy mennyire vízhatlan, berakom röviden a vízbe, és hagyom úszni is egy kicsit, hogy lássátok, hogy mi a lényeg itt a JBL Extreme 2-nél a vízparton, és hogy megint mert problémás a JBL Extreme 1-hez képest, ami nem javítottak ki. Kezdjük a doboznál, már is látjuk, hogy kicsit máshogy néz ki itt az oldala, plusz új képek vannak rajta, kicsit le van írva, hogy 15 órát bír, amíg mindig maximálisan, nem maximális hangerőnél, hanem csak közepes hangerőnél általában, de most már van benne JBL Connect Plus, ami azt jelenti, hogy több mint 100 vagy akár 1000 JBL hangszórót is össze lehet kötni, mint a Flip 4-et, meg a Charge 3-at is, azt hiszem abban is már benne van, de még csak az újabb generációk nem működik ez, a régebbiek nem tudjuk, hogy mikor kap update-et, például az Extreme 1 talán nem is fog kapni. És különben már csak azt látjuk még a következő oldalon, hogy van hozzá megint egy kis válpánt, amire most egy sülnyitót is raktak. Nekem nem kell, tudjátok, én Kínából rendelem olcsón itt ezeket. 300 forintért az ujjamon van, de nyissuk ki a dobozt, aztán megmutatom nektek, hogy milyen a hangja, hogy néz ki közelről itt a fekete változat. Szerintem azt veszitek meg a legtöbben. Látjátok, most egy új kép van most már benne, nem ilyen fesztivál, hanem ilyen standképet raktak bele. Unleash Powerful Sound Everywhere, tehát a JBL tényleg ráállt arra, hogy vigyük magunkkal a hangszórót. Lesz benne itt a karp, vagy a válpánt, a hangszóró már nincs benne, azt már kivettem, de itt alatt, a hangszóró alatt lesz még kis olvasnivaló, meg más is. Így mi? Tehát ebben volt benne a hangszóró, ezt félre csapjuk. És mielőtt persze megnézzük azt, hogy milyen adatokat kell róla tudni, milyen nagy a töltő egysége, megmutatom nektek a hangszórót önmagát persze, kicsit vizesen, itt látjátok Extreme 2 rá is, nyilván most már hátul, nem egy ilyen húzókát kell arrébb húzni, hanem mint a Charge 3-nál, hogy ki kell nyitni ezt a kis részt a hátulján, ahhoz, hogy töltsük is, mindjárt megmutatom azt. Oldalról van egyszer egy JBL logónk, ahol nem az mondja, hogy JBL, hanem csak a felkiáltójel van, a másik oldal tényleg oda is mondja, hogy JBL, a kis felkiáltójellel az L felett. A teteje új dizájnnal rendelkezik itt ez a rész, ami lesz egy külön összehasonló videó a JBL Extreme 1-el, 2-vel, mind a kettő C-t is szedem nektek, bemutatom nektek, és most ezt is be fogom mutatni a 2-esnél, hogy kell az aksit kicserélni majd külön. Ami egy kicsit új is, hogy most máshogy dizájnolták meg azt is, hogy mennyire van feltöltve, itt elől látjuk majd a ledeket, és a lába is, most itt oldal kettően gumiláb, mindig stabilan megáll az asztalon, és nem ugrál majd arré maximális hangerőn sem. Ahogy látjátok, már voltam el a vízben, tehát tényleg vízhatlan, akkor ha bezártuk a hátulját, a tetén nem változtat meg a gombok, ugyanúgy hangerőszabályozáson benne play és pause gomb, ha hosszan nyomjuk a Bluetooth gombot, tudunk hát csatlakozni iPhone-nal, Android-dal, Windows Phone-nal, bármivel, Bluetooth 4.2-es van benne ehhez, és itt lehet majd többi JBL készlékkel csatlakozni, méghozzá a Charge vagy a Connect Plus funkcióval, ami nekem feltűnt még, itt van egy kis felkiáltó jel még, ami tök kis aranyos, ilyen kis fém rész van a lábában. És hogyha bekapcsoljuk és csatlakozunk, akkor majd tudunk zenét is lejátszani, de mielőtt azt elkezdjük. És itt összebizzi már a nadrágomat itt a hangszóró, bemutatom nektek, hogy mi van a dobozban még benne persze. Mint például a töltőegység. Ez egy kis notebook töltőféleszerűség, 19 volt, és 3 ampert ad ki, tehát majdnem 60 watt-órát, standard európai dugóval a végén, és itt látjuk egy kis kábeltartó van itt még, ez itt 1 méteres, vagy 1 méter 20 cent is, a másik végén még egyszer majd rádughatjuk Angliában, vagy Európában a extra dugóját, az lesz itt a máskolat benne, ezt most nem csomagolom tovább, ezeket ismeritek, szép vékony szerencsére, nem ilyen bunkó nagyfeje van, de van benne egy bunkó nagyfejű brit kábel még, hogyha Angliában laknátok, akkor ugyanezt a dobozt kapjátok, és van a kis olvasnivaló. Néhányan át fogják ezt a részt ugolni, de szerintem fontos azt tudni, milyen technikai adata van a készléknek, mint hogy 10 milliamperes az aksia például, 2 ampert ad ki 5 voltnál az USB csatlakozója, de mindent el tudtok itt olvasni, 55 Hz-től 20 kHz-ig tud
zenét lejátszani, plusz 83 decibel a max hangereje. Itt kint persze kicsit halkabbnak tűnik mindig, mint hogyha bent lennénk, de bent elég szépen lehet majd a szomszédainkat vele akár zavarni. Nézzük még meg a bárkántot. Szépen visszacsomagoltam itt mindent, mert egyszer már németül kicsomagoltam, de persze így az autentikus, úgymond az unboxing. És új pánt anyagból van még hozzá, olyan, mint hogyha egy védőöv lenne, mint az autóban, biztonsági öv, rá van írva, hogy Extreme 2 itt az oldalán. Szép fémből van itt mind a kettő vége, tehát nem fog leesni, csak újról a hangszóró, és itt van a jó kis sörnyitónk, mert az fontos a kinti bulikhoz, de ezt rövidebbre is tudjuk majd állítani, hogyha ez túl hosszú lenne nekünk, és itt középen egy kicsit puhább gondolom, és ide sávon van JBL. Ha ráakasztom, kb. Így néz ki. Szépen magunkat tudjuk vinni, így, hogyha vízbe engedjük, akkor oda ki is tudjuk kötni például. Nem fog elúszni. Csak az abban, hogyha vízbe rakjuk, akkor magától előre fordul, mint az első JBL Extreme is, tehát nem tudjuk csak úgy a vízbe rakni és játszani le a zenét, mint a boombox, hanem tényleg vagy fogni kell, vagy ki kell kötni úgy, hogy felfelé legyen a JBL logó, mert erre jön ki a hang, hátrafelé nem jön ki semmi, majd mindjárt látjátok. És már be is vagyok kapcsolva és csatlakozó, úgyhogy játszunk le egy pár dalt 50%-os hangerőn, aztán jön a 80%, aztán a 100%, hogy halljátok egy kicsit a hangját. Ahhoz leveszem még előtte a pántokat, mert kicsit zavaró. És játszunk le egy kis Lullaby-t Sigalától, amúgy mindegyik dalt megtaláljátok a leírásban. 50%-os hangerő. Will you lay me down, make my heart the only sound, throw my fears all to the ground, will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play, till the night turns into day, will you hold me? Cause all I need is somebody near me with my heart. Stoi na kis Robin Schulz. Nagyon szép a hangja, majd kíváncsi leszek az összehasonlításban a Extreme 1-hez, hogy tényleg jobb lett-e, vagy milyen, mert lett jobb. Jön egy kis Justin Timberlake. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name, everybody says say something, say something, say something, say something, say something, say something. Ez is már teljesen oké, játszunk kis David Guettát. Nagyon jó, aztán hallgassunk kis 100%-os hangerővel méghozzá Extinction és Sadat.
Szabadban nem is annyira hangosnak tűnik, de teljesen kellemes lehet így 4-5 órát hallgatni a zenét, vagy kipróbáltam az előzővel akkor is 4-5 órát bírta egy max hangerővel, nagyon basszusos zenével, ami teljesen oké, de hogyha bent használjátok, vagy ezt nem ilyen hangerővel, még így kb. 500 méterre körülöttetek, mindenki idegesítve lesz, hogyha éppen nem egy fesztiválon vagytok, akkor persze sokkal tovább bírja majd a készlék. Vigyük el most a vízbe, aztán kicsit még megmutatom, hogy milyen jó tudok vízisíjelni, vagyis wakeboardozni, és akkor vége is volt itt a JBL-nek, az Extreme 2-nek a bemutató, és rövid teszt videójával, de lesz még szétszedési, összehasonló, meg még pár másik videó is beszél róla, itt az Extreme 2-ről, de remélem tetszett, és hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, de ezt is folytassuk egy kicsi víztesztel. Like all you need, one kiss.